Sziasztok, kedves gyerekek! Megnéztük a középkori városokat, és most nézzük meg, hogy milyen új ideológiai eszme áramlatok voltak hatással a középkornak ezen szakaszára. A 14. században a gazdasági és a társadalmi fejlődés során megerősödött a polgárság, és ez egy új gondolkodási formát is váltott ki. Amíg a vallás aszketikus, önsanyargató életideája volt jellemző, ezzel szemben most az egyéni szabadságnak és az életörömnek, az életszeretetnek jelent meg most a hatása. A megerősödött és öntudatra ébredt polgárság emberközpontú világnézete a humanizmus vált fontossá. A humanizmus szó jelentése, ugye a human az az emberre utal, az izmus pedig mindig egy eltúlzott ideológiát jelent, tehát amikor a humanizmusról van szó, akkor mindig a túlzott emberközpontúságot értjük ez alatt. Tartsunk most Firenzébe, a középkori városok virágzó központjába. Firenze, Pádova, Genova, Velence, ezek voltak azok a városok, ami a kultúra központját is jelentették egyben. Az új világnézetnek a hirdetőit nevezzük humanistáknak. Ők lelkesen tanulmányozták az ókori görög, latin irodalmat, történelmet, és méghozzá azért, mert egy-egy kérdést próbáltak megválaszolni, és mindig a múltba nyúltak vissza, és így ezáltal ugye az ókori görög és római irodalmat is elő kellett, hogy vegyék. Az új eszmék tükröződtek a művészetekben is. Ugye a reneszánsz szó nem mást jelent, mint újjászületést. Mi születik újjá? Az antik görög és római kultúra. A művészet az élet minden területén jellemző. Már említettem, hogy a reneszánsz szó az újjászületést jelent, és ugye az antik és a görög kultúra születik újjá. A valósághű kifejezés érdekében kutatták az emberi test felépítésének a törvényeit, a fény és az árnyék, a perspektíva jelentőségét. Az építészetben megmutatkozott az antik művészet hatása is, a templomokon, a középületeken kupola jelent meg, a paloták jelentek meg, ugye a palota építészet, boltíves folyosók, kazettás menyezetek, szép kiképzésű belső udvarok, félköríves oszlopos lodzsák, ezek épültek ebben az időben. A humanizmus és a reneszánsz ideája a sokoldalúan képzett képességeit harmonikusan fejlesztő ember volt. Hogy említsünk párat, amit majd meg is fogunk nézni ezeknek a művészeknek az alkotásait, Leonardo da Vinci. Ő az egyik, aki az 1452-1519 közti időszakban élt, festő, építész, mérnök volt is egy személyben. Ő anatómiai tanulmányokat folytatott minden műve elkészítése előtt. Rengeteget dolgozott, mielőtt egy-egy művet elkészített. Aztán Raffaello. Raffaello is, ő főleg a Madonnáiról híres. Ő a római szegény negyed asszonyait, akiknek gyermekek iránti szeretetét fejezte ki, festette le. Aztán Michelangelo. Michelangelo is festő, szobrász, építész, költő is volt. Művészete nem csak az itáliai reneszánsz, hanem az egyetemes művészettörténet egyik csúcsát is jelentette az ő alkotásai. A reneszánsz művészek pártfogói, megrendelői közül kiemelkedtek, főleg a 14. és 15. században a Mediciek. Ők közülük is kerültek ki pápák, ez a Velencei Köztársaságban történt. A humanizmus és a reneszánsz Itáliából indul ki, de Európa más területeire is át fog majd terjedni, és leghamarabb Flandriában jelenik meg, ahol a városi polgárság ugyancsak igen fejlett volt, tehát itáliai, észak-itáliai városokhoz képest is fejlett volt. Később azonban társadalmi korlátokat átléptek, ugye, és más társadalmi rétegek is magukévá tették ezeket az új eszmeáramlatokat. Ami a 15. századra jócskán jellemző, ugye, és nagyon-nagyon szembetűnő változás, az a könyvnyomtatás megjelenése jelentette. 1450 körül Gutenberg János, Mainzban dolgozó német mester, kidolgozta a cserélhető órombetűkkel való nyomtatás technológiáját, mégpedig ugye korának a technikai szintjeit messze meghaladó módon. Találmányainak a kiválóságát biztosította, hogy 350 év alatt semmilyen lényeges változást nem ejtettek rajta.
innen ered egyébként a sajtó, tehát amit az újságírást is ugye sajtónak hívjuk, mert egy ilyen szőlőpréshez hasonló fa szerkezetet csináltak, és ezt befestették, és ezzel a fa szerkezettel tömörítették össze, és ennek a segítségével ugye préselték oda a laphoz a betűket. Én most kirándulni hívlak benneteket, úgyse tudunk az otthonainkból kimozdulni. Tegyünk egy észak-itáliai városnézést, ejtsünk meg, menjünk el, utazzunk el Firenzébe. Remélem, hogy tetszeni fog. Firenzének a történetéről csak annyit pár szóban, hogy ez az Appenninek-hegységnek, Appenninek-toszkánai ágának a lábánál található, az Arno folyó által kettészelt dombos övezet. Ez egy tágas síkságon helyezkedik el, és a terület már az őskorban is lakott volt, már a Krisztus előtti 8. században is. A 15. században tovább tart Firenzének a felemelkedése, rendkívül jelentőségre tesz szert a kereskedelem terén, de ennél figyelemre méltóbb az, hogy az itáliai, sőt rövidítőn belül az európai kultúra bölcsőjévé is válik. A városok hatalmasai, a Pitti család, a Frescobaldi, Strozzi, Albici családok egymással versenyezve törekedtek a városban az elsőség megszerzésében. De a versenyben végül is a befolyásos bankár család, a Medici kereskedők kerekedtek fölül. Első Cosimóval kezdődően egészen a 18. századig ők kormányozzák majd a várost. A Medici hatalom idején válik Firenze a humanizmus és a reneszánsz központjává. Nagyon szembetűnő változások következnek be az építészetben, mégpedig megjelennek ezek a kupolás építmények. Ugye rengeteg fényt engednek be ezekbe az épületekbe, és a kerekformák, ugye megmarad ez az oldalhajó, főhajós, kereszt alakzatú épülettípus, ami az alaprajzot illeti, viszont ezek a kupolák, ezek szintén ugye erre az időre jellemzőek majd. Templomok fognak épülni, az oszlopos csarnokok is jellemzőek ebben az időben. A katedrálisról ejtsünk néhány szót. A Santa Maria de Fiore nevét viselő épület létrehozásában a művészek egész sora munkálkodott, és hosszú-hosszú évszázadokon keresztül épült fel. 1294-ben kezdték el, és a kupola 1420-ig váratott magára, amelyet Brunelleschi híres tervező ezt a hatalmas kupolát úgy alkotta meg, a kiírt pályázatok alapján ő nyerte meg, és az az érdekessége, hogy úgy alkotta meg, rögzített mintaív nélkül építette meg ezt az óriási levegős szerkezetet, amelynek téglájából halszálka mintára rakott bolt cikkelyeket, láncok erősítették egymáshoz. Tehát hatalmas nagy erőt fejtett ki, ugye, ennek a megalkotásával, mert nem, tehát ilyen támpilléreket nem alkalmazott ehhez a boltívnek a megépítéséhez. Lanterna, ez a boltív tetején, ha itt ránéztek a képen, ennek a kupolának a tetején van egy pici kis templom, ez a lanterna, amely Brunelleschi tervei alapján az épület magasságát ezzel együtt 107 méterre emeli. Az egyik ilyen gyönyörű építmény, ez a firenzei dóm, a firenzei katedrális, ennek az érdekességeit nézzük meg most. Amint látjátok itt a képre, ha ránézünk, ezt a tornyot, ezt a harangtornyot itt jobb oldalról, ez Giotto harangtornya, ő tervei alapján készült el. Ez a 84 méter magas, 14x14 méteres négyzet alapú torony, alsó szintjén hatszög, illetve rombusz formájú márványkazetták sorakoznak. Az alsó sor kazettáin az emberi élet, a teremtésben, az emberi mesterségekben látható, aztán a fölöttük húzódó sáv pedig az égitesteket, az erényeket, a szabad művészeteket, a szentségeket ábrázolja, a fülkékben pedig a proféták, szibillák és keresztelő Szent János szobra állnak. Eredetük egyébként a Dóm múzeumában megtekinthetők.
A firenzei dómhoz, amikor én közel kerültem, ugye Firenzének ezek a szűk kis utcái, mint a többi olasz városnak ezek a szűk kis sikátorszerű utcái közül, hirtelen egy szempillantás alatt elénk tárult a dómnak ez a hatalmas épülete. Ugye a szűk pici utcákról, amikor kilép az ember és meglátja ezt a hatalmas nagy épületet, lenyűgöző látvány volt. A dóm építészetéről még annyit szeretnék mondani, hogy 1587-ben lebontották, fő homlokzatát újra kellett építeni, amit 1871-ben fejeztek be, ugyanúgy a többihez illő kararai fehér márvány, aztán pratói zöld és maremmai rózsaszín márvány lapokat használtak fel. Nagyon szembetűnő, amikor szemben állunk a dómmal, a hatalmas nagy bejárat fölött, illetve két oldalt rózsaablakok vannak, ugye ezek a rozetták, ezek mind ugye a reneszánsz korra jellemzők, és a három rozetta közül közé helyezett fríz fülkében az apostolok és Mária szobrai találhatók. Művészek mellszobrai is sorakoznak itt. A homlokzat timpanonját, ugye ezt a háromszög alakú homlokzati díszítést hívjuk timpanonnak. Ezen pedig az Úristen megjelenítő dombormű helyezkedik el. Ezen a képen Dante isteni színjátékának az egyik jelenetét láthatjuk, amit Domenico Michelino festett. A keresztelő kápolnához érünk, dómmal szemben. Az ősi templomot a római kori Firenze északi kapujának a közelében emelték még a 4.-5. században, de a végső formáját azt az 1128-as években nyeri el, illetve a 11-13. Századra alakul ki. Déli kapu, északi kapu és keleti kapuja is van, de a keleti kapu a leghíresebb, amit úgy is hívnak, hogy a paradicsom kapuja. A kapu 10 táblája az ótestamentumi történeteket ábrázolja. Gilbert kereskedő cégtől kapott megbízatást erre 1425-ben. A dombormű szépsége, a formák tisztasága, kompozíció tökéletessége kivívta még Michelangelo elismerését is. Tőle származik egyébként a paradicsom kapuja elnevezés. A 10 tábla közül, a paradicsom kapuja 10 tábláján ábrázolt képek közül, ugye az első, amit itt láthatunk is, Ádám és Éva teremtése, az áteredő bűn és a kiüzetés a paradicsomból látható. Aztán az első emberek munkája, Káin és Ábel áldozata, Ábel megölése, Isten felelősségre vonja Káint. Aztán Noé és hozzátartozóinak áldozata, a bárkából kijöve az ittas Noét ábrázolja. Aztán az angyalok megjelennek Ábrahámnak, Izsák feláldozása. Aztán a következőn, az 5. Ézsau és Jákob születése, az első szülöttségi jog eladása, Izsák vadászák, vadászni küldi Ézsaut, Ézsau vadászatom, Rebeka tanácsot ad Jákobnak, Izsák csalása, ezt ábrázolja. Aztán a 6. Józsefet eladják kereskedőnek, Benyámin zsákjában megtalálják az aranycsészét, József felfedi magát a testvérei előtt. Aztán a Mózes átveszi a törvények tábláit a Sínai hegyen, Izrael népe a Jordán folyó völgyében, Jerikó bevétele, és harc a filiszteusokkal, Góliát megölése, valamint Salamon fogadja Sába királynőjét. Ez tartalmazza tehát azok szövetségi részleteket a paradicsom kapuján lévő jelenetek. Induljunk most tovább, gyertek velem a Pizza della Signorára. Ez egy tágos négyszögletes tér, amit Olaszország legszebb építészeti remekművei között tartanak számon. A 13. és a 14. században nyitották meg, illetve bővítették ki ezt a teret. Palazzo Vecchio impozáns épület tömbje uralja. Ugye, ha ránézünk a képre, ez egy olyan, mint egy vár. Várnak a külseje, pici kis boltíves ablakokkal. És ettől az épületnek a,
A bal oldalán, ha szemben állunk vele, akkor látunk egy szökőkutat, amit a Neptun szökőkút néven emlegetnek, és első Cosimo lovasszobra is kiemelkedik itt a látványban. És a szökőkútnak a belseje arról híres, a firenzeiek a kút közepén tengeri lovak által vontatott kocsiból kimagasló hatalmas fehér isten alakot ábrázolnak, Biancone néven emlegetik ezt a szobrot, valamiért nagyon tiszteletben tartották. Különös figyelmet érdemel az a kút peremének a remek mű bronz figurái, tehát ezt is nagyon szépen megmunkálták. És mint már említettem, első Cosimo lovasszobra, ő Medici volt, tehát ők azok, akik egészen a késői középkorig uralják Firenzét és irányítják ők a bankárok. És akkor itt találhatjuk Medici, első Cosimo Medici nagyhercegnek a lovasszobrát, amit az előbb is említettem. 1594-ben készült el ez a szobor. Eredetisége a firenzei főúri büszke tartásnak és a lova duzzadó erejének a plasztikus megjelenítése volt. Első Cosimo, amikor bevonul Siennába, ez egy város, és 5. Pius volt ekkor a pápa, aki átadja Cosimónak a nagyhercegi jelvényeket, ugyanis ebben a korban, mint már említettük ugye pár órával ezelőtt is, hogy a pápa fennhatósága, a pápának az elismerése is kellett ahhoz, hogy valaki király, császár, illetve nagyherceg legyen. A toszkánai szenátus nagyhercegi ranggal tüntette ki Cosimót szintén, és a szobor a Palazzo Vecchio közelében helyezkedik el, ugye már az előbb is említettük, és 1537-ben költözött be a palotába Cosimo, ebbe a palotába. Ugye rengeteg palota veszik körül ezt a teret, akkor a palota építészetéről volt híres a középkor ezen szakasza. Nézzük meg most a Santa Croce templomot. Egyedülálló művészeti érték, tiszta gót stílust ábrázol. Ugye megtanultuk már a gót stílusnak a csúcsívességét, a kecsességét, a könnyedségét, elhagyja a római formákat. Ez a Santa Croce Bazilika a város legnagyobb templomainak egyike közé tartozik. A 13. században kezdték el építeni, de csak a 15. században szentelték fel, és a harangtornya pedig a 18. században készült el. Alatta kolostor húzódik, és múzeum is megtalálható. A lenyűgöző templom belső 3 hajóját karcsú nyolcszögletű oszlopok választják el. A hajók az építészetben, ugye nem az a hajó, amire most gondolunk, hanem van egy fő, mint egy nagy téglalapot képzeljetek el, és egy kisebb kereszt alakú téglalapot. Tehát mint egy kereszt, tulajdonképpen úgy néz ki, és a keresztnek a függőleges része adja a főhajót, a vízszintes része pedig a mellékhajót. Tehát minden ilyen középkori templomnak ez volt az alaprajza. És ezt a 3 hajót karcsú nyolcszögletű oszlopok választják el egymástól, dupla keretes csúcsívekkel, tehát gyönyörűek ezek a csúcsívek, amelyeket itt látunk. Gyönyörű a Santa Croce templom szentélye. Ugye, ha bemegyünk egy templomba, akkor pont a szembe lévő hatalmas mellékhajóban, főhajónak és mellékhajónak a találkozásánál találjuk a szentélyt mindig. Nézzétek meg ezt a gyönyörű ablakot, és nézzétek meg Krisztus ábrázolást is a kereszten. És pont, amit most nem látunk ugyan, de a szentélynek, ha szemben állunk vele, akkor a bal oldalán pedig megtalálhatjuk Giotto freskóját Szent Ferenc temetéséről, ugye Assisi Szent Ferencről beszélünk, balra pedig Bardi kápolnájában falra festett Szent Ferencet láthatjuk, tehát ebben a kis kápolnában, ami balra található tőle, a falra festett Szent Ferenccel. Menjünk most akkor tovább, és nézzük meg a világszínvonal tekintélyében is híres az Uffizi képtárat, legjelentősebb olasz képtár. Átfogó képet nyújt a firenzei festészet különböző irányzatairól. Gyűjteménye a világhírű remek művekkel várja ugye az odalátogatókat.
A kiállítások anyaga olasz iskolák képviselőit is bemutatja, figyelemre méltó a képtár ókori szobor goblen gyűjteménye is. Az Uffizi megépítésével a Mediciek Vasarit bízták meg, tehát ő építette, eredetileg közigazgatási és bírósági hivatalok céljára szolgált, innen is a neve, hogy Uffizi. Az Uffizi az ugye hivatalokat jelent olaszul. 1560-ban kezdték el az építését, és 20 évvel később fejezték be. Az épület alul árkádsoros, két szárnyból áll, a végükön egy íves tömb köti össze, a közepén elhelyezkedő udvar oldalán tömör oszlopok vannak, és ezeknek a fülkében Firenze nevezetes képviselőinek 19. századi szobrai állnak. Az első emeleten pedig ablakok vannak, a másodikon tágas zárt folyosó, a galérián kívül pedig az épületben ugye még az országos levéltárnak az épülete is megtalálható, ahol a város történetének a ritka dokumentumait őrzik. Emellett a kép mellett nem tudok úgy elmenni, hogy ne szóljak pár szót. Nekem Botticelli a kedvenc festőm. A tavasz ugye, és a Vénusz születése a két legismertebb, de hát ugye rengeteg sok ilyen madonnát is festett ő. Nem tudott nagyon perspektívát festeni. Tehát a perspektíva, ugye a festői nyelvben ez a háttér. Tehát ezek a távlatok, ugye? A hátteret igazából elég ki szerencsétlenül sikerült háttereket festett, de egyébként Leonardo is. Nézzétek meg, hogy itt a Vénusz születése képen, ha szemben állunk vele, akkor az egész kép egy kicsit úgy jobbra tolódik. A Vénuszt látjuk, a szerelem istennőjét ebben a kagylóban, és egész aránytalanul néz ki. Ez az emberi alak. Hát ha szemben állunk vele, akkor ugye a jobb keze, de egyébként a bal keze. Nézzétek meg, hogy a válla mennyire lecsapott, tehát ilyen kis esetlenke ennek a női alaknak. De ugye az arc és a haj és maga a jelenet, az ugye elviszi a hangsúlyt, ugye erről a tökéletlenségről. Ez a kép így jó, ahogy Botticelli megfestette. Ez pedig itt az ártatlanok lemészárlását ábrázolja Daniele de Volterra festészeti remek műve. És melyik bibliai jelenethez tartozik? Hát itt az ártatlanok lemészárlása, amikor a kis Jézus megszületett, és Heródes mindenképpen el akarta pusztítani őt, és minden első szülött két évet be nem töltött fiút megöletett, lemészároltatott a katonáival. Ugye, hogy mindenképpen el akarta Jézus pusztítani, de mint tudjuk, nem sikerült neki. Tehát láthatjuk, hogy ebben a középkorban átszőtte a Biblia az egész művészetet, építészetet, festészetet egyaránt. És hát egy gyönyörű hidat láthatunk itt az Arno folyón. Firenze hídjai közé tartozik, leghíresebb a Ponte Vecchio. Firenze jelenleg 10 híddal büszkélkedhet, és egészen az 1957-ig mindössze 6 hídja volt. Az évszázadok folyamán ezek számtalanszor módosításon mentek át, de ez a Ponte Vecchio, ez kivételes, mert mindegyiket újjáépítették a II. Világháború rombolása után, de ez megmaradt szinte az eredeti alakjában, ez a Ponte Vecchio. 1333-ban egy árvíz rongálta meg, de aztán a 14. században már teljesen felújították. A hídnak az az egyedülálló sajátossága, hogy a két oldalon emelkedő kis házak sorozatát láthatjuk. Ezek az apró épületek a 14. században még szabályos egymás utánt alkottak, de az egységes kép a századok során megbomlott, mert kialakult a ma elénk tároló festői arculata. A híd közepe táján az épület sor megszakad, és egy kis tér található rajta, ahonnan lenyűgöző látvány nyílik az egész városra és az Arno folyóra. Az épület sor fölött egy Vasari folyosó húzódik, ugye Vasari tervezte, azért tervezte,
hogy első Cosimo, ugye ez a nagy úr, Medici, zavartalanul eljuthasson a Palazzo Vecchioból, ugye a térről, a Pitti palotájába. A tér, ahol az előbb voltunk, a Pitti palotába szeretett volna eljutni, és hogy ne kelljen neki ott a házak között, meg emberek között menni, az saját folyosóján mehetett végig. A híd két oldalán kis üzletek vannak, aranyművesek, műhelyboltjai foglaltak helyet a középkorban. És hogy ne csak a palotákat nézzük meg, most itt elénk tárul a spanyol kápolna, hát ezt ugye látjuk, hogy ilyen árkádos megoldás, ilyen kolostor, mert mivel hogy ez kolostor, ez volt az első kolostoruk, ami 1359-ben épült, és igazából ez első Cosimónak a felesége építette, temetkezési helyük is volt, és az igazi bűntudatnak a tükrét látjuk megjelenítve a kápolna falán. Ezek a festmények, amik a kápolna falán találhatók, Szent Domonkosnak és Akinói Szent Tamásnak a szabályait tükrözik. Tehát igazából, ugye, mint említettük, hogy sokan nem tudtak írni, olvasni, éppen ezért a falon freskók formájában jelenítették meg azt, amit az embereknek abban a korban ismerniük kellett. És elérkeztünk a Medici kápolnába, tágos épület komplexus, a Medici család temetkezési helye volt. És itt temették el a hercegek kápolnájában, ugye első Cosimót, második Cosimót, harmadik Cosimót, első Francescót, Ferdinándot, és ugye sorolhatnánk a toszkánai, illetve a Medici családnak a tagjait, akik itt temetkeztek. A belső tér 8-ögletű, barokk díszítésű, tehát ez már egy másik fajta stílus, maga a barokk stílus tanúskodik a belső díszítésről, fél drágakő és márványberakások borítják. És hát ugye a méltán híres Dávid szobrával találkozhatunk, ez egyébként az Uffizi képtárban van, a galérián helyezkedik el. Itt külön belépőt kellett vennünk, hogy ezt megnézzük, tehát itt csak egyedülállóan ő van kiállítva. Ugye, mint a humanizmus és a reneszánsz szembetűnő ábrázolása az emberi testnek, a test arányoknak az ábrázolását figyelhetjük meg. Ha megnézzük, akkor ugye a vállán található ez a parittya, amivel ugye legyőzte Góliátot, mert ugye tudjuk, hogy a Biblia ihlette ezt az alakot is. Dávid egyébként egy bibliai személy, aki a zsidóknak a királya lesz, az első királya lesz a 990-es években, és ő győzi le majd a filiszteusokat, a filiszteusoknak a nagy főnökét, Góliátot, egy parittyával, ugye tudjuk azt, hogy eldobja ezt a követ, ennek a filiszteus nagy óriásnak a homlokát találja el, az óriás összerogyik, és Dávid odamegy, és kardjával levágja a fejét. És innentől kezdve a nép őt fogja majd megválasztani királynak, és ugye Michelangelo készítette ezt a szobrot, nagyon-nagyon sokat tanulmányozta ugye az emberi testet, mielőtt ezt megalkotta, és szerintem gyönyörűen megalkotta ezt az emberi testet, az arányok, az egyensúly benne. És elérkeztünk a Pitti képtárba, ami a Pitti palotában található. Ennek a palotának a Pitti galéria terjedelmében is a legjelentősebb ebben a városban. A második legfontosabb múzeuma, ugye az Uffizi képtár után, második Ferdinando de Medici hívta életre tulajdonképpen ezt a képtárat, és a 17. században készült el ez a képgyűjtemény. A falakon mindenütt irányzatilag egymáshoz közel álló képek találhatók, a képtár anyaga Leopoldo de Medici jóvoltából jelentősen felszaporodott, majd később a Medici család utolsó sarjainak, valamint a lotaringiai dinasztia idején tovább bővült. Számtalan terme van a Pitti palotának, tehát ez teljesen ilyen palota jellegű, az egész is tele gyönyörű festményekkel.
Raffaello egyike a nagy középkori művészeknek, ugye Michelangelo, Raffaello és Leonardo, ez a nagy három, ezt ne felejtsétek el, ők azok hárman, akik a korszak legkiemelkedőbb egyéniségei voltak, művészei voltak. Egyébként Raffaellónál is megtalálhatók ezek a Madonna ábrázolások. Az előbb láthattuk a nagyherceg Madonnáját, és most pedig itt ezen a képen a Raffaello Fátyolos nő című Madonnáját láthatjuk. Az Uffizi képtárban Rubens képeivel is találkozunk, itt most a négy filozófust láthatjuk. Tehát láthatjuk, hogy milyen elgondolkodtató képet vágnak, és ott a filozófiára utal, ugye a kezében a toll, a könyvek, és az, hogy gondolkodók gondolkodnak valamin, és ott a szobor ábrázolás is a görög antik művészetet jeleníti meg. Rubenst egyébként onnan is ismerjük, hogy kicsit olyan elmosódottabb festészeti technikát alkalmaz, és erőteljesebb emberi alakokat, zömök emberi alakokat fest. Ugye szoktuk is mondani, hogyha valaki nem egy náccal vékony, akkor olyan Rubenszi formái vannak. Én nagyon szeretem őt is, az ő műveit is. Híres Raffaello egyik festményét, az Ezékiel látomását láthatjuk. Raffaello és hát ő is festett angyali alakokat is, de bibliai jeleneteket is rengeteget ábrázolt. Ez Ezékiel a négy nagy proféta egyike, ugye a Bibliában, az Ószövetségben Ezékiel, Dániel, Izaiás, Jeremiás, akik Jézust is megjövendölték, és a végső időket is. És az egyik ilyen jelenetet látjuk ábrázolva ezen a festményen. Érdekes a Ghirlandaio utolsó vacsorája festmény ábrázoláson, hogy ugye a zsidók ilyen elalakú, a tanítványok ilyen elalakú asztalnál ülnek, és ott középen pont Jézus van. Érdekes, hogy ugyanazt ábrázolja, amit Leonardo, hogy Jézus alakja, ugye aki pontosan középen van, tehát a két boltív találkozásánál, és ilyen glóriaszerű fény veszi körül ugye a fejét, és odahajol hozzá egy tanítvány, aki János volt valószínűsíthetően, mert hogy János volt a legfiatalabb tanítvány, és mindig úgy írja a Biblia, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett. Tehát azért ábrázolják így, mert ő áll hozzá a legközelebb lelkileg. Ő volt a legfiatalabb, de ő fogadta be igazán Jézusnak a mondani valóját, tehát amit közölni akart a tanítványokkal. És amikor Júdás bejelenti, hogy ő ezt meg fogja tenni, hogy ő most fogja magát és elmegy, mert hogy Jézus azt mondja neki, hogy menj és tedd, amit tenned kell, és azt mondja Jézus, hogy valaki közületek ma elárul engem, akkor így a tanítványok elkezdik egymás között megbeszélni, hogy vajon ki lesz az? Ki lesz az, aki elárulja az Urat? Én leszek az? Talán én leszek az? Ezt a jelenetet láthatjuk ezen a festményen, amikor így összesugnak a tanítványok, és gondolkodnak, és beszélgetnek egymással, hogy vajon ki lehet az, aki elárulja ma az Urat? Nagyon örülök, hogy velem tartottatok erre a kirándulásra. Zárnám a soraimat Firenze látképével. Én azt mondom nektek, ha csak tehetitek, és vége lesz ennek a járványos időszaknak, látogassatok el Firenzébe, mert a világ egyik legszebb városai közé tartozik, persze Budapest után nyilván. Gyönyörű is, rengeteg látnivaló van, tehát úgy készüljetek, hogy egy hetet talán elég lesz rá, Firenzére kell szánni, és örülök, hogy az egyetemi éveim alatt a kollégáimmal, tanártársaimmal megnézhettük Firenzét. Nagyon-nagyon jó felkészülést kívánok nektek, és gyönyörködjetek Firenzében ti is. Sziasztok!